azt jelenti, hogy oda kell adni építőanyagot. Téglát. Egyértelmű. Semmit nem jelent úgy, hogy most nekem van pénzem. Nekem nincs úgy pénzem soha, mert mindig valamire kiadom. Akármennyi, ugye, akkor az ember bővít, és akkor jön a következő. Mindig. Ez egy taposó malom. Amikor a medencét ásták ki, ott srácok, és volt köztük egy-két olyan tisztességesebb, meg hát eleve az dicsérendő, hogy eljön és ás napi 1500 forintért, és legalább pénzt keres és dolgozik. De jött oda egy haverjuk, mikor a végén elszámoltunk velük, nap végén, és akkor az elkezdett dumálni, hogy mennyi lóvé ez, meg mennyi pénzünk lehet, így úgy, és akkor Éva megkérdezte, hogy te mennyit dolgoztál eddig életedbe? És akkor a srác azt mondja, hát mégsem ennyit, és volt olyan 21 néhány éves, tehát életerős. Én mondjuk 14 éves koromtól minden nyáron dolgoztam. Közlekedési hírek a főzinfóm jelentése alapján. A 6. kerületben a Szondi utcában, a Csengeri utca és az 5-es utca között a baloldali sávban közmű munka folyik, óvatosan vezessenek ezen a szakaszon. És figyelem, a Jókai téren közlekedők a szokás... Jó reggelt, itt a kurér. Már több mint 20 milliót nyer. Debrecenben átépítik a 4-es és 47-es volt csomópontját, ezért a Derecske felüli forgalmat elterelték. Budapest, itt a keltető, a kilenc... Csúfolt a Bak csomópont és a környéke a városközpont felé. Lépésben haladnak a járművek a Nagymező utcában, illetve a Szentendrei úton befelé. Állatforgalom a Hengernalom utcában, a Fehérvári útig, és igen lassú a Soroksári út a Vágóhíd utca felé. Na, megyünk, szia, Maki. Szia. Majd szóljál az ő haza. Jó. Hát ugye a film témájához kapcsolódjak, ki korán kell, aranyat lehet. De én kurvára utálok korán kelni. Aranyat is utálom, ezért nem kellek korán. Nem voltál katona? Nem. Mert? Hát mert ilyen egészségügyileg a fülem miatt, ugye a jobb az süket, a bal meg valószínű megmarad. Egyik sorba ezt nem értem, a jó mérsüket. Hát ez még gyerekkoromban. Süketült meg olyan 7-8 évesen. De az is lehet, hogy így születtem, és csak akkor vettük észre. És balon meg a hallóideg daganat van, amit sugaraztak. Jó reggelt, Tehna. Pali merre van? Nem van. Lakolnak? Igen, igen. Ha ki lesz cserélve a konténer, akkor még ezt a többi apróságot is, minden. Na, hol tartanak, Pali? Hol? Haladom itt ezt a részt. Utána majd itt jön keresztbe ez a fal. Ide beállítom ezt a ajtót. Megvan minden ajtó? Megvan, olyan ígérek meghozta őket. Jó. És utána kialakul egy köz, itt a másik köz. A harmadiknak hol lesz a vége? Harmadiknak? Hát a két pillér közötti részen megfelezzük a távolságot. Tehát itt ezen a részen, és akkor egy-egy fél rész jut neki. Ez megvan 5 négyzetméter? Megvan körülbelül. Meg. Az OTP bank azt hirdeti 200.000 forint per négyzetméter. Jöjjön, ne mondja. Megőrülök. Maga olcsón az a lehet. És hol vette ezt? Jasszony, ezt. OTP magazin? Igen. Hát az foglalkozik. Dajka Gábor utcai kislakótelep. 4-8 szakásos sorház. Ez itt az, amit itt építem. Ez drágább, mint amit maga árul? Hát hogyne, 30-40 ezer forinttal.
Én 160 ére árultam, ez meg 200 ezertől kezd egy négyzetmétert árulni. Mennek föl az árak. Hát igen. Persze. Ki van nem... hangsúlyozó, hogy a természetvédelmi terület mellett közben. Tehát itt a sas egy oldal. Abba igaz, hogy oda már nem építenek semmit. Viszont nem is nyírják a füvet. És ott a természetvédelmi terület akkor a parlagfüves bulit jelent, hogy összes allergiás ott fog meghalni. És ilyenkor az a tanulság, hogy adhatta volna drágábban is? Hát igen. Ezek szerint. De nem biztos azért teljesen, mert lehet, hogy 200 ezerre tartja, mert olyan sokban van neki. Hát lehet, hogy drágán építkezett. Én elhiszem, hogy mondjuk 190-ért építette meg magának. De nem biztos, hogy olyan könnyen eladja. Szóval azért itt sokszor többet jelent, ha az ember eladja egy fél évvel előbb, vagy egy évvel előbb, mert hát ismert okok miatt, ugye? De 20-szor annyit romlik a forint, mint amennyit. Hát majd meglátjuk. Jó, köszi Pali. Hát én tökön szorom magam, hogyha nincs itt senki. Jó napot kívánok! Na, hogy Isten! Jó rém lett, hogy ott egy utcában lakunk. Persze, jó reggelt szemtelen. Ezt utólag mondta a belső építész, hogy ez tardosi vörös. Ez süttő vagy siklósi sárga márvány. Ha márványról beszél, akkor igen, nekem nincs ilyen. Uh-huh. Ja, mert csak olasz lapok vannak. Így van. Uh-huh. Hát mindegy, akkor ami olyan színű, olyan árnyalatú. Ez lenne a sárga? Igen. Uh-huh. Kívánok! Na, alakul. Ez milyen márvány? Ez bolgár. Bolgár? Itt vette Magyarországon? Hol lehet ezt kapni? Bárhol. Középen vagy? Baumaxba? Nem, az a drága. Ha nem? Van egy ilyen kőfaragú. Nem már úgy ilyen? Sok lehet lenni, hogy ezek mint bevágva, csiszolva. És az Ág Gyulájéké, ahhoz mit szól? Látta azt a másik kandallót? Ma? Melyik lesz jobb? Ez. Mindig a sajátja, mi? Itt van a konkurens cégnek a kandallója, mert ugye mindenki máshogy csinálhatja a kandallóját. Ez az Ág Gyuláinak a kandallója, szóval. A Gáspárék pedig ezzel az úrral csinálhatják, akik nem vannak, és ilyen. Mindig nézik egymás kandallóját, hogy melyiké a szer. Ez már ilyen státusszimbólum a kandalló? Igen, hát ezek marha drága dolga. Mennyi egy ilyen? Hát ez 500 ezer. Én szerintem egy ilyen szép lakásban mondtam is nekik, hogy olyan marhaság kandallót csinálni, mert ők építettették velem a kandalló kéményt is, mert azt sem akartam, hogy legyen. Mert hát beteszi az ember a fát, és akkor büdös lesz. Hát ez bűzölög ott, ilyen fa, olyan fa, amolyan fa. Szép új lakás, meggyújt háromszor, és büdös lesz. Ez az anyag, ez benne van frankon, amit adtak? Persze, és akkor azt itt öntött hozzá, vagy ott bent? Ott bent. Bent a gépbe? A vödröt mostam ki, ami ja, az ilyen fehér. És akkor pontosan úgy, ahogy írják, abban az arányban. Az egy panna, egy izé, egy zsák anyag. Aha. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Piszkosul nem bírom a meleget, írtóra izzadok, utálom a meleget. És amikor 4 éve megvettük a házat, igaz, hogy akkor még egy konyi vasunk nem volt, de elképzeléseink voltak. És amikor nyáron itt kecsöltünk, bontottuk a házat,
és izzadtunk, mint az állat, akkor már biztos voltam benne, hogy itt lesz medence. Mert kurva hőség van, becsobbanok, lehűsölök, és akkor egyáltalán tudok gondolkodni. Szerintem az lett volna a státuszszimbólum, hogyha ha van egy medence azért, hogy csak legyen, meg megmutathassam mindenkinek, hogy van medencém, és nem olyan, amilyet én szeretnék, meg nem úgy használom, ahogy én akarom. De van olyan ismerősöm, aki imádja a meleget, ő csak a 32 fokos meleget tudja elképzelni, meg a 32 fokos vizet. Medencéje van, egy évben kétszer belemegy, a felesége egyszer sem, mert annak a 23 fok is hideg. Na most neki minek? Csak azért, hogy legyen. Ide senki nem lát be. Akik csinálták, azon kívül senki nem tudja, csak én tudom. Tehát igazából, ha a státuszszimbólumban gondolkodnék, akkor vennék egy baszott nagy autót, mert azt minden nap mindenki látja. Meg bezselézném a hajamat, meg kiaggatnék aranyokat magamra. Ezt meg tudom mutatni mindenkinek. És a kék a kedvencem. Szóval ez a legdrágább, a kék, de erről nem tudok lemondani. Ha már tegola, mert nem csak azért drága, mert kék, hanem mert ennek olyan a homokolása, hogy jó kiáll, elég érdes. Ennek akkor van jelentősége, hogyha egy ilyen sima lemezre esik az eső, akkor ez így kopog. Aha. Most, hogyha nagy itt alatt nézzük, és egy ilyen recélre, egy ilyen kiálló körre, ha ráesik egy esőcsepp, akkor az ott szétporlik. És nem kopog? És nem kopog. Ez a kék, ez lehozza az égkékért, meg van vezetve a korlátokon, és ebből a napsütésből, ugye, mert napszínű a fal. Szóval, ha jobban megnézi, ez egy szép Igen. napszínű. Szerintem a természetet hozza ide, ahol élnek az emberek. Igen. Úgy készülnek a tervek, hogy általában én úgy megbeszélem magammal, hogy milyen legyen a ház, milyen legyen az elrendezése, és akkor kiadom tervező csoportoknak, a tervező egyéneknek, és akkor tartom velük a kapcsolatot, és ők rajzolják azt, amit. Tehát ön csinál egy skiccet. Igen, skiccet, meg egy csomó beszélgetés kell közben. Mindig úgy beleprogramozom a tervezőkbe, amit akarok, és akkor az úgy megy. Ami 45% támogatás a kajajegyen. És akkor kiváltottam a kajajegyemet, meg az évfolyamon, aki nem váltotta ki, azért mindenkiért kiváltottam. És ugye, ha most a névértéket meg az árfolyamot összehasonlítjuk, tehát a névérték 60 vagy 55%-án el lehetett venni, és 100%-kor lehetett rajta vásárolni bármit. És akkor cigit vettünk rajta az étterembe, és utána eladtuk a cigit 10%-kal olcsóbban a trafikosoknak. Most ezt elkezdtem az első vizsgálat szak végén, volt 3500 forintom, azt beforgattam, és a következő vizsgálat szakig egy olyan 100 000-et kerestem vele 88-ban, 89-ben. A kollégiumi szobám az olyan volt, mint a Ungarotabaknak a raktára, szóval de belépni nem lehetett, meg plafonig volt cigivel rakva. És akkor évvégén, amikor már nem lehetett több kajajegyet venni, akkor az összes kajajegyemen, ami volt, azon mindent Marlborót vettem, és amikor nyáron Balcsin újságoztunk, akkor a hollandoknak elposztoltam a Marlborót. Az először nagyon nehéz volt, az első kölcsön volt mondjuk a legnehezebb, amikor az ember vértizadott, tehát ott mindent össze kellett kotorni, szóval az összes ingatlanomat, hát föltettem én mindent, az irodától kezdve, irodát, lakást, telket, mindent, azt a telket is, amit megvettem, és akkor azt kell túlélni, amíg az ember a kamatokat ugye fizeti mindig, havonta vagy negyed évente, attól függ, hogy hogyan, és akkor a kamat fizetéseknél már elmarad az ember, legtöbben már ott elhullanak. Hogyha hozzá is jutnak valahogy pénzhez, akkor nem úgy megy az üzlet, akkor nem tudja a kamatokat fizetni, akkor onnantól kezdve az már vége. Akkor mondjuk fizetgeti az ember egy évig a kamatokat, és akkor utána vissza kell törleszteni a pénzt. És ez fontos. És sikerült ezek szerint. Sikerült, igen. Akik ezt csinálták, azok most mind menő ügyvédek, vezérigazgatók, brókerek, szóval tényleg akiben volt egy kis ügyesség meg ész, az akkor is vitte valamire, meg az egyetem után is.
Most ennek a korosztálynak, mint az enyém, ennek elég nehéz volt a helyzet, ugye? Mert a Kádár időben akkor még fiatalok voltunk végig, akkor nem juthattunk pozícióba, nem volt semmilyen lehetőségünk. Most, mire valamire jutottunk volna, addigra jött a rendszerváltás, és akkor ebbe a korba azért már elég nehéz újra kezdeni. Nagyon sok értékes embert tönkre, mert nem tudott egyszerűen átállni, nem tudta azt megszokni egyik napról a másikra, hogy én bemegyek, én rendes vagyok, én dolgozok, és akkor kapok érte fizetést. Egyik napról a másikra az volt, hogy nincsen hova bemenni, és akkor valamit vállalkozni kell. Mit tudsz, mi az, amit akarsz. Csináltam egy KFT-t a németekkel, feletulajdonos részben, egy német beruházó céggel. Azokkal nagy dolgokat csináltunk, és akkor utána összevesztünk, ahogy ez szokás. Mondjuk üzleti dolgokon. Látványosan, szóval nem nagyon haragszunk egymásra, csak nem tudunk együtt dolgozni. És akkor utána megfogadtam, hogy soha többet nem közösködök senkivel sem. Azóta vagyok egyéni vállalkozó. Mindenki azt mondja, hogy csináljak KFT-t meg magunk. Maguk, akik nekem megvannak bízva, ilyen brokerek, akik hajtják állandóan ugye a pénzeket és a bankokkal tartják a kapcsolatot. Valahol ők is azt mondják, hogy miért csinálod meg. KFT-be ezt ugyanúgy meg lehetne, és akkor nyugodtan alszik az ember. Ha? De nem hallgat rájuk. Nem. Miért? Hát nem tudom. Magammal ezt eldöntöttem, hogy amit csinálok, azért megpróbálom vállalni a felelősséget. Másodikán alapítottuk a céget, június. Akkor június 27-én volt az esküvőnk. Gyakorlatilag, amikor az első számlák lejártak, akkor a mennyasszony táncból, ami bejött, azt mindjárt bele is tudtuk forgatni az üzletbe. Meg hát, amit előtte egy ügynöki jutalékot összespóroltunk, abból. Szóval gyakorlatilag igazából úgy nem volt olyan tőkénk, hogy most van valami lóvénk a bankba, vagy örököltünk, vagy akármi, hanem gyakorlatilag a nulláról. Illetve ennyi pénz volt? Hát mint a mennyasszony tánc volt 180 ezer, meg hát amit egy ügynöki jutalékból összespóroltunk, szóval mit tudom én, ilyen 100 ezer forint talán. Tényleg, ha olyan mentalitásúak lennénk, akkor az lett volna, hogy na most ott van az a 180 ezer forint, gyorsan bevarjuk a párnába, aztán majd spórolunk még, és akkor befizetünk valami legolcsóbb lakásra, és akkor majd spórolunk és fizetjük a részletet, ez hülyeség. Mert az ember kicsit csinál, abból kicsi lesz. Ha az ember nagyot gondol, akkor abból kicsit nagyobb lesz, és hogyha valami jó, nagyon nagyot gondol, akkor nagyot lehet belőle esni, de hogyha bejön, akkor az már meglátszik. Nézze meg, milyen szép ez a ház. Igaz? Itt is ugyanolyan kékek a korlátok, mint a Bodajban. Igen. Ugyanaz a szint hiszem végig mindenhol. Hány hát családnak adott otthont? Ez 21. De összesen eddig, azt tudja, hány családnak adott otthont? Nem. Ez jelent valamit magának, hogy pont ezt csinálja, vagy ugyanaz, mintha... Hát nézze, hogyha erre ránéz, akkor ez kell, hogy jelentse valamit. Én nekem nagyon sokat jelent. Amikor a gödör van, és amikor utána. Most ezt úgy kell nézni, hogy ez szépen be van parkosítva. Úgy, mint ott, ahol szépen elkezdődik. És akkor jár a városba, akkor eszébe jut, hogy na, ezt is én építettem, ezt is én építettem. Igen. És ez jó érzés? Jó bizony. Na most én arra gondoltam, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha féláron megvenném, mert szóval most bérbe adni, akkor odaszállítani, visszaszállítani, szállítani. Ezek azért lényegesek, ezek a kisebb forgalmú kiegészítő termékek, mert ezzel be lehet menni kisboltokba, és tehát mondjuk a legnagyobb forgalma az a L'Oréal, tehát ott azzal olyan
7-800-tól 1 millióig egy hónapban meg lehet csinálni egy megyében, viszont tehát egy falusi boltból, hogy nem mehezből jöttél az 1200 forintos plenitűt krémmel. Viszont megjön a mérce száma már. Persze. Viszont hogyha odamész a 40 forintos budirudival, abból tutira vesz egy kartonnal, és akkor ha már ott beszélt, beelegyedtél vele, meg írod a számlát, akkor kijön a kocsihoz, megnézi, és akkor rájön arra, hogy mondjuk az elszebb sampon, amitől először hanyatt esnek, hogy ez most akcióban nem is olyan drága. Bemész mondjuk a prospektusoddal a boltba, és akkor a boltosnak szépen meg tudod mutatni, hogy mi az akció, mi mennyibe kerül színes fotókkal, tehát szóval ugye az eladási folyamat már onnan be tud indulni. A jó mester az azért kevés, mert nem volt igazi mesterképzés. Ez az ipari tanulóképzés az Kádár időben az nem volt mesterképzés, az csak papírokat adott. Szóval nem tanulták meg a gyerekek a szakmát, mert nem egyénileg foglalkoztak velük, hanem bevágták a gyárokba mondjuk egy ilyen lakatost, egy lakatos gyár, és egész életében hajtogatott, vagy mit tudom én, az ipari tanuló évek alatt. Szóval nem volt olyan mester mellett, aki a mesterfogásokat átadta volna. Szóval nagyon nehéz ezért, mert nincsenek kiképezve, nincsen jó mester. Csak azokból lesznek jó mesterek, akik az életben megállják a helyüket, és saját maguk miatt lesznek válnak azzá. Na azt mondja, hogy RT-nek az átutalt számlái. Itt van, amiket ma utaltam, mert ráírtam a dátumot. Aquafresh Lorebelt egybe raktam, összesítettem. Akkor Malovecki, könyvvizsgáló. Laciét is adod, mert akkor arra is ráírom. Akkor... Kell az embereknek az, hogy valaki irányítsa, ellenőrizze őket. Hogyha nem ellenőrzik a munkájukat, ezt nem rossz értelemben, akkor valahol azt jelenti, hogy nincs is elismerve a munkájuk. Tehát kell. Állandóan kell egy felügyelet, egy állandó ellenőrzés, hogy mindig a maximumot nyújtsa önmagából. Úgyse fogja azt nyújtani, de legalább közelít hozzá. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Mennyi pénzt keresel? Hát én nagyon keveset. Komolyan mondom, nagyon keveset, ugyanis nekem nincs jövedelmem, csak ami a cégnek az eredménye, az áttételesen valahol az enyém, de mivel nem veszünk ki belőle, így a személyes jövedelmünk az minimális. Autó, ház, telefon, rádió, telefon, szóval ezek a külsőségek. Hát ezekre miből teli? Ez mind a cégé. Mind a cégé és mind az üzlet működési költségéhez tartozik. Magamra keveset. Hogyha azt nem számítjuk, mert abja a benzin, ami van, az elég sokat költök benzinre, de... Ez az üzlethez tartozik. Hát magamra ennyit költök jóformát, mint egyszer eszem egy nap, az nem olyan túl sok. Még a Gellért vennék, akkor se lenne sok, de nem eszem a Gellért, de... Nem járok sehova, nem kártyázok, nem lóversenyezek, semmit, nem kábítószerezek, antialkoholista vagyok. A Boris almát se szeretem. Az átlagnál sokszor többet is dolgozunk, illetve ez így nehezen összehasonlítható, mert most nyilván azt mondhatná egy orvos, hogy ő mennyit tanult az egyetemen, meg mennyit dolgozik, meg hány ember élete függ tőle, meg egy tudományos kutató is elmondhatná ezt magáról, de ez nem összehasonlítható. Tehát nyilvánvaló, hogy a reálszféra tartja el az országot, és onnan lehet visszaosztani a tudománynak, a kultúrának, az egészségügynek. Itt inkább az elosztással van a gond. Mindenki szerintem keresi a kiskapukat, és akkor lehet, hogy az adóhivatalnál egyes dolgokat az csalásnak minősítenek, de lehet, hogy az még nem csalás, gondolom sok esetben, hanem a kiskapuknak a keresése, és akkor innen adódnak a különbségek. De ez muszáj, hogy fennmaradjon a vállalkozás?
Hát nézd, hogyha összeadom az összes elvonást, hogyha én beteszek egy 100-at mondjuk, 100 akármit, akkor hogyha jól megfuttatom, és akkor abból elvonnak szerintem körülbelül egy ilyen 95-öt. Az állam az olyan mértékben herdálja a lóvét, hogyha több adót fizetnének az adófizetők, akkor még többet herdálnának, és még kevesebb jutna hasznos célokra. Tehát akkor látványosabb lenne ez a herdálás. Tehát mondjuk amikor kifizetnek közel 1 milliárdos sikerdíjat a semmire, illetve finanszírozzák a finanszírozhatatlan egészségügyet, meg oktatást, ahelyett, hogy szerkezeti változtatásokat hajtanának végre, akkor mi a francnak fizet az ember adót? Úgy van, hogy ennyit vett fel a srác, második oszlop, amit itt adtunk le, következő oszlop a második eladás, akkor ennyi jött vissza a raktárba, és akkor a differenciák, jó, de az, hogy mennyit hoztak ide, állít feltételezés, ami nem szeret fel a ezeket a betéteket. És ez nincs a szállítón. És az nincs a szállítón, és ez a három tétel, ez pedig többlet. Trót ide nincsen, a Judittal akartam megbeszélni, de szabadságom van, hogy akkor itt hozzák a drótot, vagy mi nem, én mi a Judittal tegnap megmondtam, hogy 50x50-es kockában nem tudom beszerezni a daráldrót. Ez egy daráldrót, 5-ös. Igen. Van az a darált. Most azt mondja, hogy a Kocsai úr rendezte a kérdést, és beszerezik a rácsot. Én 8 négyzetméter 16 000 forintért vettem meg, tehát gyakorlatilag 2 000 forint négyzetméterre a sűrűspontnak. Ennek a ritkán fognak a vastagok. Egyes, egyszer. Kimegyünk, nézzünk meg egy hálót. Nézzünk meg egy hálót. Oké, megnézzük. Bolt megy, most nem ritkán találkozunk meg. Ja, hát most egy kicsit nincs olyan... Nincs potinincs, illetve ja, maradt igen, a többi. Igen. De... Hát nehéz. Szerintem önöknek is nehéz. Persze. Lehet, hogy most nem rossz indulat beszélem, de hogy félreértés legyen. Szerintem sokat vállaltak egyszerre, és, igen, és igen. Nem szabad. Most nem egyébként szabad. Független attól, hogy kisebb is az üzletnek, kisebb a jövedelem, de igen. Azt mondom, hogy jobb is így. Nyugodtabb sokkal a gyerek. Volna. Az az érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt volt akkora a forgalmunk, mint most, hogy nincs a Gillette meg a Koti. De 2 éve még 3-an csináltuk, tehát az Attila, az Éva és én, és akkor 3-an este 10-ig meg éjfélig meg beleszakadtunk. Most meg egyedül tudom csinálni ugyanazt a forgalmat, mint amit 2 éve 3-an. Szia, Monki! Ne gyertek meg, Gábi! Ne gyertek be! Luki, nyuszi! Eszed cíptek a sunyogok? Milyen kövér kis pofid van! Na, hál' Istennek! Jó, Lirike! Nyuszika! És a gyereked mit fog csinálni? Hát ez nehéz kérdés, de... Ezt mindenképpen munkára kell nevelni őt is, és nem szabad elkényeztetni. Tehát nem azt mondom, hogy én vagyok a magam ideája, de valahogy hasonlóképpen nevelni úgy, hogy meg tudjon becsülni értékeket. Tehát semmi esetre se legyen olyan, hogy most készen kap mindent, ott van a lóvé, meg bármi, amit csak kér. Na jó, de hát azon nem tudsz változtatni, hogy mondjuk ő nem lakótelepi lakásba fog felnőni. Persze, de az csak a saját igény szintjét fogja majd erősíteni. Tehát ne azt érezze, hogy ezt most készen kapta és elherdálhatja, hanem azt, hogy ez neki egy lehetőség, és ehhez kell neki felnőnie. Mint? Na jó, ez a cél, ezt hogy lehet megvalósítani? Hát ezt nem tudom, Éva volt óvónő, ezt majd ő tudja. És felépítettem, ugye, hogy majd megszületik egy fiam, az is lett, eddig bejött, utána iskolába járt, tanul, az is bejött, és utána majd azt tanulja, hogy építész lesz, és akkor milyen jó lesz. Ez nem jött be. Hát ez a vége, az már nem. És ez sajnálja?
Hát persze sajnálom, mert sok közös élménytől így jelesünk. Ugye futunk ebbe az életbe itt közösen egy pár évet, azt utána úgyis önnáma. És akkor ebbe kevesebb élményanyag jut, úgyhogy ő egész más csinál, mert ő is csinálja az ő dolgát, meg én is. Most már nem bánom, hát egy a lényeg, hogy amit szeret, azt csinálja. Az nagy szerencse lenne. Cica, és még a képek van. Én cica, miau. Normális ember, aki jó levegőre vágyik, és nem akar nagyzolni, hogy a pasarétem, meg farkasrétem, akik, hanem élni akar, az kijön ide. Elfogadott ára. Itt annyi pénzért, amennyi Pesten egy lakás, az egy szép házat lehet venni. Kacérkodtam még azzal a gondolattal is, hogy megtartom és oda, de hát nem megy, mert azért nekem nagyon sűrűbben élek. Itt az volt ugye az egésznek a lelke, hogy fás a telek. Gyönyörű fenyőfák vannak, és hozzá is sokkal szabad nyújtni. Szóval én soha nem engedek fát kivágni, a végsőkig. Szóval ha kell, akkor nőjön a házba, vagy valami, de fát nem vágunk ki. Mert ennek kell 100 év, mire megnő ekkorára. Tehát itt már itt is látni, hogy nincsen födém. Pár szál tégla, és kész a ház. Utána ez be lesz vakolva a födélmény. Itt lesz egy WC, egy fürdőszoba, és egy szauna. Most az egészet úgy alakítom ki, mintha bent a házba egy utcán mennénk. Tehát ide, látja itt már ferde, itt lesz egy ilyen kisebb cserepekből, rendesen cserép lesz. Ide jön egy ilyen kis ablak, ilyen régi módi ablak, mint egy halászfaluban lennénk. Tehát ez is fehérre lesz rendesen, külső vakolattal levakolva, és ez olyan, mint ha utcán mennék. Akkor itt ezen is végighozom a homlokzaton, itt egy ilyen kis cserépkiállás, itt is, oda is egy ablak megy, ezt is becserepezem, ide jön egy kis terasz, muskátlival, mintha kint lennénk az utcán. Tehát bejövünk, és akkor itt tovább. Ide fog kerülni egy konyha. Igen. De ez is olyan lesz, hogy egy ilyen kis teraszos háznak kialakítva ez is. És hogy belépünk a konyhába, akkor itt lesznek körbe a mosogatók, a gáztűzhely, stb. Mosogatók, és akkor itt lesz szintén két ilyen tornácszerű, és semmi más. És mitől függ, hogy ide jönnek? Mitől függ? A gyerek az biztos, hogy nem jön. De neki is van autója. Ezt kell eldönteni, hogy most akkor minden nap együtt fekszem vele, vagy nem. Mert ő nem jön még neki, én szerintem. Ha kijönne, akkor már nem is lenne vitás. Igen? Na persze. Na de hát 22, 23, most már úgyis kilöpül lassan. Igen. Ez meg a másik, ami azt már szól, hogy jöjjek ide. Szóval nagyon rám szoptam ezt a házat, az biztos. Egyszerűen szerelmes vagyok, ebbe a telekbe bele szerettem. Érzek valamit a levegőben. Van is. Vagy nem látok semmit. Itt minden pillanatban szinte a háttérbe csak arra tud gondolni, mert a fél is muszáj. Ha nem is veszed észre azt a csapdát, amikor már annyira állandósul benned, teljesen átivódik, hogy már te leszel szinte a vállalkozás és a munka egyenlőtte. Nincs különbség. Még egy szabadidő eltöltésekor is benned van. Tavaly elvittük az alkalmazottakat Olaszországba nyaralni, szeptemberben.
egy hétre, tehát ez egy ilyen céges nyaralás volt. Ott készült a Lili, tehát azóta azért nem voltunk síelni, de síelni szoktunk. Ez a síelés az minden télen tuti, a nyaralás az bizonytalan. Ugye üzletileg nekünk a február az holt szezon, és azért akkor szoktunk síelni, vagy karácsony-szilveszter között, az is holt szezon nekünk, de nyáron a Balatonpart miatt szerintem lehet itt hagyni az üzletet. Hát úgy szabadságban nem szoktam menni, hogy most akkor szabadság, hanem amikor már nem bírom, akkor gyorsan fölök a repülőtér egy ilyen last minute útra, és akkor kimenjek a tenger, és egy hetet alszom. Bárhol, ahol meleg van. Ez milyen gyakran fordul? Hát egy évben kétszer-háromszor. Aha, és úgy negyed évenként. Hát ha lehet, akkor mindig Krétára, vagy annak a környékére. Aha. Most idén voltam Izraelbe. Egy hetet helylátom, mert búvárkodok is, és akkor ott napközben búvárkodtam. És akkor mi van az üzlettel abban az egy hétben? Hát abban az egy hétben semmi. Akkor fölhalmozódnak a dolgok, és akkor mikor visszajövök, akkor duplán omlik a nyakamba minden. Semmi. De semmi csoda nem történik. A szombat és a vasárnap miben különbözik a többi naptól? Hát nem sokkal. Kicsit nyugodtabb, ugye? Hogy a bankokat nem lehet intézni, általában a közintézmények nincsenek nyitva, de a munka az ugyanúgy megy. Meg ennyi kis lazítás van benne, hogy szombaton bevásárolok egy kicsit. Magammal többet törődöm. Pénteken este letesszük a lantot, valamikor. 6, 7, 8, 9, 10, 11 évfél, akármikor. Amikor sikerül, és akkor szombat-vasárnap az csak pihenés, csak döglés. Persze mondjuk ilyenek beleférnek, hogy az építkezés után való szervezés, de akkor üzlettel aktívan nem foglalkozunk. Van úgy, hogy gondolkodunk valamin, kitaláljuk, leírjuk, de akkor nincs telefonálgatás, partnerek, üzletkötők, ez az, mert az most már úgy majdnem azt mondhatom, hogy szent. Ilyenkor a kikapcsolódás az, hogy akár szakmai irodalom, szép irodalom, ha nagyon ki vagyok már, akkor csak szép irodalom. És akkor mindent el akarok felejteni, leveszek egy könyvet a polcról, és akkor csak az. García Márquez, Konrád György, látogató, az mondjuk elég brutális. Szóval azt úgy, hogy többször kellett fölvenni, mire ki tudta olvasni az ember, de például García Márquez az olyan, hogy így tartja az ember, és órák alatt a végére ér, és nem lehet letenni. Szédületes. Moráviának a római történetek, az nagyon-nagyon tetszett. Na, az volt a legutolsó, azt hiszem, pár hete egy szép irodalomból. Az olasz mentalitást, azt nagyon-nagyon csípem meg, a mediterrán mentalitást. Ez mondjuk érződik a házon is, meg nem görcsölnek, csinálják az üzletet, és mellette azt hiszem, hogy boldogan élnek, legalábbis ugye az életnek az örömeit élvezik. Magyarországon tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy az elmúlt 40 év miatt, vagy általában a mentalitás miatt, de a pozitív gondolkodás az hiányzik. Tehát a kreativitás az megvan a magyar emberekben, viszont a pozitív gondolkodás nincs. Tehát mondjuk kimegy egy magyar köműves Németországba, és akkor az ott ő a király, mert mindent meg tud csinálni, nem csak azt, hogy most Hanzi, így húzd a lécet, és akkor vakolunk. A magyar könyves, aki már kimert menni, az van olyan kreatív, hogy ott megcsinál mindent, aki meg itthon marad, az lehet, hogy ez már abszolút nem kreatív. Tehát egy kicsit úgy ketté oszlik a társadalom is, vagy az embertípus, hogy aki mer, az kreatív, aki nem mer, az meg nem kreatív, az meg itthon marad, vagy nem csinál semmit, és esetleg alkalmazottnak se jó, mert azt mondja, hogy hát ez a főnök, ez mennyit keres, meg a bőrünket lenyúzza, meg ezt úgy se lehet megcsinálni, aztán meg se próbáljuk. Gazdagságnak kell lenni, mert különben becsukatjuk az országot. Hát egy szegény ország az egy rabszolga mindenki egy szegény országban, nem? És a gazdagságnak annak örülni kellene, hogy az embereknek, hogy vannak gazdag emberek, ilyen értelemben, akik beruházók. Mert ez tartja el az országot, nem más, nem a Duma, ez tartja el az országot. Mennyire vagy megelégedve a saját életedben?
Hát, ha így visszatekintek a múltra, akkor meg másokra nézek, kortársakra, volt osztálytársakra, akiknek ugyanezek voltak a lehetőségeik, akkor elégedett vagyok, mert ugyanazok a lehetőségeik voltak nekik, mint nekem, és én lépni tudtam, ki tudtam használni szorgalommal, észre, mindennel, és előrébb jutottam, mint ők. Viszont hát a céljaimat még messze nem értem el. Tehát messze vagyok még a saját ideálomtól. És igazából az a lényeg nem az, hogy ki mit mond, meg mit reklámoznak, hogy hány magnumot ettem, meg hány Coca-Colát, de... Mik ezek az ideák? Nem lehet megfogalmazni. Igazából azt hiszem, hogy az egyensúlyra való törekvés, a harmóniára való törekvés, viszont állandóan felbontom az egyensúlyt, és állandóan felbontom a harmóniát, tehát ez egy ilyen ördögi kör. Arra törekszem, amit sosem fogok elérni. A nap az nem megy tönkre, a levegő az nem tűnik el a földön, lakni azért mindig fogok, enni is, és gondolkodni is. Szóval, és amikor az ember tud gondolkodni, meg ezek a körülmények megvannak, addig élünk. Hát olyan nagy tragédia nem történik akkor se, a holnap után tönkre megyek. Az ember az végül is olyan szervezet, amelyik nem tud vereséget szenvedni, csak ha magát gyűrűle. Valahogy úgy érzem, hogyha az ember saját magát gyűrűle, ha föladja, akkor vereséget szenved saját magától. De mástól nem lehet vereséget szenvedni. Pucsa, jó, vagyok. Maga is építkezik egy kicsit. Jó, akkor megnézzük. Igen, megmutatom szívesen. Mert 4 éve épül a ház. Ahhoz képest már jól áll. A leges-leges az volt, hogy azt mondtuk a tervezőnek, hogy itt van egy régi polgári ház, ami a század elején épült, nagyon-nagyon tetszik kívülről, olyanra csináljuk meg az egész házat, meg mindent, hogy én 10 év múlva se unjam meg. Tehát, mint én hazaesek este későn fáradtan, akkor dobodjak föl, és ne legyen az, hogy 3 év múlva ki akarok cserélni akármit is, meg megunok bármit is. És akkor erre találtak ki azt az elképzelést, hogy minden egyes szoba, minden egyes folyosó, az egy különálló ház, egy utca, egy tér, és az egész egy ilyen óvárosi utcakép hangulatát adja. Tehát mondjuk a fürdőnek azért van egy erkély ajtaja be a nappalira, a dolgozónak egy ablaka a nappalira, mert mindegyik egy különálló kis ház. Aztán a nappali az maga egy tér, földig lenyúló ablakokkal, a dolgozónak az ablaka is földig lenyúlik, akkor a lépcső, ami megy fel, az mint egy utca, a híd az is egy utca, akkor ott bent kis lépcsőfala, lépcső melletti válaszfalra is tettet őket, hogy azok is különálló kis házak. Eljutottunk a belső építészhez tavaly télen, és az megtervezte a belsejét nagyon-nagyon érdekesre, illeszkedve a korábbi elképzeléshez, úgyhogy az egész egy ilyen mediterrán hangulatot áraszol. Én házamban is hasonló a elképzelés, csak ott az nem több szintes ház, hanem egy szintes ház, és födémet nem is tettem bele, hanem maga a tető szerkezet leszigetelve, ezáltal egy elég magas, egy 6,5 méter magas belső tereket kapta, és akkor ott ebbe a belső tér alá készülnek, hogy minden helyiség, a WC, a fürdőszoba, a konyha, mindegy, egy önálló kis ház. Ez is egy mediterrán jellegű halászfalu, tehát belülről zsindelyes szépen, és egyszerűen bemegyek a kis házakba, és akkor ott van mellette egy kis medence, és szemből az egész egy ilyen zárt, mert átriumba nyílik ez az egész belső tér. Igen. Uh-huh. És akkor ott is terek, meg utcák vannak kialakítva a házon belül. Pont ilyesmi mindez az elgondolás, úgyhogy az nagyon nagy véletlen, hogy ez a kettő találkozó. Nem tudom, hogy mikor indult önnek az elképzelés, vagy mikor kezdte az építkezés? Hát egy éve. Egy éve, tehát az, hogy teljesen független a kettő egymástól. Igen. És majdnem hajszál pontosan ugyanaz az egész. Hajszál pontosan? Igen. Még a tető kialakítás is majdnem ugyanilyen. Igen. Hát ezt megnézném egyszer. Persze. Lehet.
Mi lehet ennek az oka? Mi lehet ennek az oka? Hát szerintem valami személyiségbeli hasonlóság. Igen. Mert szerintem az, hogy egy emberrel mi történik az életében, az a személyiségéből fakad. Tehát nem lehet véletlenekre, hosszú távon nem lehet véletlenekre fogni, meg hogy ki mit csinált vele, hanem hogy ő milyen, és akkor olyanná alakítja a környezetét. Igen, és ez most nagyon hasonlít mind a kettőnknek, úgy látszik. Ez a vállalkozás is, hogy mondjuk más is, de mondjuk a életstílusunk az biztos, hogy nagyon hasonlít. Ez már kicsit a misztikumhoz hasonló, hogy mi lehet ennek az oka. Tényleg nem érdemes vele menni, hogy ekkor az életlenek hogyan lehetnek az életben. És ekkor a párhuzamok. Biztos ugyanazt a sugárzást kaptuk valahol. Ábor, hát örülök, hogy megismertem, most már menni kell. De most az lesz, hogy legközelebb akkor jöjjön föl Pestre, és akkor okay. Megmutatom az én játszaimat, jó? Jó. Köszönöm minden jó. És örülök, hogy találkoztunk. Telefonszámot tudnád? Persze. Szerintem most nincs látja. Hát, nem tartjuk ezen a kapcsolatot. A mobilomat is meg ráhívjuk. De hát ez... elég lassan jut el a tudatom még egyébként. A véletlenek sorozata. Akkor valamire felírjuk a telefonszámomat? Jó, írjuk. Most írnak a szám valahol. Ez 27. gondolom. Beírom ebbe. Akkor elhúzok Pestre, mert már nagyon várnak. Marosvásárhelyen várnak. Marosvásárhelyen? Az még egy kicsit odél van. Pestre odaír, hogyha nagyon ég. Még egyszer ülök meg is. Köszönöm szépen.